Megmutatkozott Szent László király Mihálka Györgynek egy különleges ihletett pillanatban. Ezt mesélte csütörtök délelőtt a kész freskó előtt. A művész a Szent Királyt áldást adó kezekkel festette meg két imádkozó angyal társaságában. Ezen kívül pedig a keresztációkat is elkészítette speciális technikával, üveglapokra égetve. A festőművész azt mondja, az ilyen alkotásokhoz el kell szakadni a rögvalóságtól. Átlényegülés kell hozzá, meg ihletettség kell. Tehát az ihlet az jön, az hogyha az ember nem zárkózik el a magasabb szféráktól, akkor az jön mindenkinek, és mindenkinek is van ihlete szerintem, és átlényegülése is, csak nyilván ez meg egy szándék, hogy az ember akarja, vagy nem. És ugye 21. században elmélyedni Jézusnak a keresztútjába, az mondjuk így, hogy ki kell lépnem ebből a világból, ki kell lépnem ebből a fajta gondolkodásmódból, amiben mi most vagyunk. A Pásztor utcai 1983-ban épített Szent László templom egy nagyobb felújításon esett át. A külső és belső átalakítás során kicserélték a nyílászárókat, megújult a tetőszerkezet, fűtéskorszerűsítés történt, új burkolatot kapott a templom belső tere. Ehhez a római katolikus egyház forrásai mellett pályázati pénzt is nyertek. A Bán Ferenc tervezte modern épületbe, modern stílusú díszítő elemeket terveztek. Így esett a római katolikusok választása Mihálka Györgyre, aki egy másik templom festésénél már bizonyított. Elsőleges az volt, hogy a előregedett, vagy legalábbis megkopott keresztúti állomásoknak a képeit, azt lecseréljük. Azok hagyományos stílusban készült képek voltak, inkább fényképek, mint hogy művészeti tartalmat bíró képek. És a Ágoston László ötlete volt, hogy keressük meg Mihálka Györgyöt, hiszen ő Mária Púcson a felújított templomban elkészített már egy keresztutat. A Pásztor utcai templomban ma szerelték szét az állványokat a munkások, de még apróbb munkálatok ma is folytak. A tervek szerint azonban ezeket rövidesen befejezik, így nem lesz akadály annak, hogy a megújult Szent László templomot ünnepi szentmise keretében felszenteljék. Ezt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke Palánki Ferenc fogja elvégezni december 1-én vasárnap 11 órától.